Üdvözlöm a kedves Pont Televízió nézőit és Pont Rádió hallgatóit. Mai vendégem Veres Imre, a Pinky Horrok Házból tulajdonosa és a Mezőtúri Horgász Egyesület versenyszervezője. Üdvözöllek a stúdióban, Imre. Üdvözlöm a hallgatókat, nézőket, köszönöm a meghívást, meg hogy megint itt lehetek. Ma a horgászversenyekről fogunk beszélgetni, de mi is az, hogy horgászverseny? Hát ugye sok-sok ember egy megadott időn belül ki tud több halat fogni végül is, ez a lényege, de ugye nagyon sok múlik. Hát például akkor elmondom, hogy kezdődik egy horgászverseny, mindig először is a szervezés az első, hogyha főzünk valamit, akkor azzal kell kezdeni, ugye megvesszük a húsokat, az alapanyagot neki, meg lebeszélem a főzővel, aki főzni fog, hogy mit is főz, mikorra kell megfőznie, és akkor nagyjából már előtte ugye ki van hirdetve a verseny, hogy milyen verseny lesz, hogy ponyfogó, fédelbotos, úszós, nagyon sokféle versenyt szoktunk szervezni, és akkor mindig megvan adva, hogy hány óra hosszás a verseny, miket lehet fogni, miket mérünk be a versenyen, mert van olyan úszós verseny például, ahol nem mérjük be a snecit, van olyan pontyfogó verseny, ahol nem mérünk be más, csak a pontyot meg az amúrt, vannak vegyes halfogó versenyek, volt már olyan verseny, hogy csak a törpét mértük be, ugye törpe harcsa fogó, akkor volt már olyan vegyes halfogó verseny, hogy csak a törpét nem mértük be, viszont lehetett fogni, de azt ugye utána megsemmisítettük. Úgyhogy van sok fajta, nagyon-nagyon sok fajta verseny egyébbe, ami különböző, általában különböző versenyek. Akkor az indulóknál is úgy van, hogy van külön gyerekeknek, van külön felnőtteknek verseny, van külön családoknak verseny, ahol egy gyerek, egy felnőtt indul, vagy éppen két gyerek együtt ezeken a versenyeken. Úgyhogy nagyon-nagyon sok fajtát csinálunk, vagy szervezünk versenyeket, így meg úgy néz ki, hogy népszerű is. Úgyhogy jönnek rá az emberek, minden versenyünk fullosan teli van, ha a Bányaton szervezzük, ugye 30 hely van, nagyjából meg is töltjük a tavat, ha a Harcsásba szervezünk, ha a Peresen, nagyjából a helyi, az mindig betelik a versenyünk, mindig. Ha a Berettyón is, ugye 22 hely van a két híd között, az a verseny is már szinte betelt. Úgyhogy népszerűek szerencsére a versenyek. Mire van szükség egy ilyen horgászversenyen? Hát, mint horgászat közben. Persze, igen. Hát ugye azt kell mindig megnézni, hogyha valaki jelentkezik egy horgászversenyre, hogy milyen versenyre is jön. Ha úszós versenyre, akkor általában megkérdezik, hogy milyen úszós verseny, hogy lehet-e használni a matchbotot, vagy rakóst, vagy spitzbotot, vagy bolonyait, mert volt olyan verseny, ahol ugye külön kategóriába soroltuk a rakósbotosokat, külön kategóriába soroltuk az egyéb spitzbotos, bolonya is, meg a meccses horgászt. Erről azért nem árt tudakozódni a verseny előtt. Ha féderbotos verseny szervezünk, akkor azt tudni kell, hogy a féderbot, pickerbot, ugye az kapásjelző nélkül ott a spitz mozgására rántunk be, ott ugye az se elektromos, nem lehet használni se másfajta kapásjelzőket, az egy féder pickerbotos horgászverseny. Ha ponyfogó verseny van, vagy éjszakai vegyes halfogó, ott is ugye érdeklődnek a horgászok, ha nincs benne a versenykiírásba, hogy milyen csali, hogy kell a horgon, lehet-e csali, vagy fűzött csalit használunk, vagy milyen halér például a ponyfogókupán, a ponty és az amúrért csak hiába fogtak süllőt, kárászt, kisebb pontyokat, vagy harcsát például, azok ugye nem számítanak bele a versenybe. Mit jelentenek ezek a, hogy milyen botok? Tehát mit jelent, hogy féderbot, mit jelent, hogy matchbot, vagy, tehát hogy ezek mit jelentenek? Igen, hát ugye külön vannak kategorizálva, ugye a finom szerelékes horgászverseny van kiírva, akkor az ugye úszós általában, és az úszós horgászatba beletartozik a spitzbot, a matchbot, a rakós és a bolonyai. Általában ez a négy fajta dominál a versenyeken. A féderbotodnál pedig az egy ilyen nagyon érzékeny, fenekes horgászat. Ott ugye nem használnak kapásjelzőt, ott a botspic annyira érzékeny, meg puha, hogy az jelzi a kapást. Ugye a féder meg a pickerbotnál. Hát a pontyozónál pedig általában elektromos kapásjelzőt használunk, vagy
kutyanyelvkapás jelzőt, vagy valamilyen más komolyabb jelzőket. És akkor beszéljünk a versenyekről, hogy milyen versenyek voltak eddig, és milyen eredménnyel. Hát ugye minden évben a Mezőtúri Horgász Egyesület megszervezi a Pontyfogó Kupáját, ez augusztus végén van, ez egy nagyon népszerű verseny, most is 40 fő indult rajta, az ugye 20 csapat, és ez a Harcsás Holtágon van megszervezve. Ez úgy néz ki ez a verseny, hogy fenekes, páros, és egymás mellett ülnek a párok, és ez 4 napos. Péntek, csütörtök reggel 10 órakor kezdődik a verseny, és vasárnap délben van vége. Hát durva, nem 4 nap, de csütörtök, péntek, szombat, vasárnap úgymond, de 3 egész nap verseny, meg 2 fél nap van benne, meg 2 egész. És ugye nagyon népszerű, ez már most a 4. évben van megszervezve a Mezőtúri Horgász Egyesületnél. Ugye már volt több helyszínen ez a verseny, voltunk a Harcsásba 2-szer, 3-szor, és voltunk a Túrtőn a akkor már 5. éve van. 2-szer voltunk a Túrtőn az akácos részbe, és úgy néz ki, hogy ez a harcsás ága a fogósabb ennek a versenynek. És most is úgy döntöttek a horgászok, mert mindig meg szoktam kérdezni a pecásoktól, hogy hol legyen következő évben ez a verseny megszervezve. Most jövőre is úgy néz ki, hogy a Harcsás Holtágban lesz ez a 4 napos megszervezve. Aránylag minden csapat fogott halat. Úgyhogy nagyon jó volt a fogás, jól éreztük magunkat, jók voltak a kaják. Ugye ilyen 4 napos versenyen 2-szer szoktunk főzni. Most Juhás Sándor főzött nekünk, egyszer egy birkapörköltet, egyszer pedig egy körömpörköltet. Nagyon finom volt. A külön meg szeretném köszönni Blaha Ferikének a mérlegelés besegítését, mert ugye 4 napig, hogy kint voltunk, ugye én a laposágon ültem, Blaha Fecó pedig a mélyágon, és bevállalta, hogy a mélyágat azt mérlegeli a 4 nap alatt, én pedig a laposágat, így nem kellett annyit mászkálnom. Hát szerencsére ez meg is látszott az eredményünkön, mivel megnyertük a versenyt Balaskó Lacival, úgyhogy nagyon nagy szerencsénk volt, nagyon jó helyet húztunk, meg sikerült is meghorgászni a helyet, úgyhogy nem voltunk még ezen a versenyen elsők, de most sikerült. 56 kg 60 deka alatt fogtunk, úgyhogy egy jó verseny volt, meg jól is éreztük magunkat. Ezen a versenyen a legnagyobb halat az Murányi Bálint fogta, 12 kg 80 dekás pontyot. Összesen fogtunk 313 kg halat, ami mérlegelhető volt, mert ugye a pontyot az 2 kilótól mértük be, az amúrt pedig 50 centitől. Hát itt azt úgy kell nézni, hogy a pontyot sokkal-sokkal többet fogtunk, csak ilyen 1,90-es, 1,80-as, 1,70-es pontyok voltak sok, és ugye azért fogtunk, vagy azért is fogtunk csak ennyit. Ezek a pontyok, amiket most fogtunk, az 1,80, 1,90-es, az jövőre mind fogható méretű lesz, úgyhogy jövőre, ha minden igaz, még több hal lesz. Ez ugye a Harcsás Holtágban volt megszervezve ez a verseny, egy nagyon jó verseny volt. Itt milyen csalival horgáztatok, ha ezt szabad tudni? Igen, hát ugye ez páros verseny, 2-2 botos, és a horgon nem lehetett csali. Csak fűzött csali lehetett, ugye gumin, vagy előkén, vagy bárhogy, csak a horgon nem lehetett csali, fűzött csali lehetett, vagy tüskén, kihogy, és úgy kellett horgászni. Ilyenkor szoktatok etetni, vagy hogy lehet ezt elképzelni igazából? Igen, ez egy nem parti bedobós verseny, hanem ez egy csónakos behordós verseny, vagy etetőhajóval, vagy pedig csónakkal hordtuk be a olmot és a csalit. És igen, hát etetni az kellett. Nálunk ugye 6 diszperzites vödör kukorica ment el erre a 56 kiló halra, 56 kilót mérlegeltünk, hát ennél 3-szor ennyit fogtunk, csak ugye azok kicsik voltak. Meg hát nagyon-nagyon sok nagy testű halat akasztottunk, amihez úgymond semmi közünk nem volt, nem bírtuk kivenni a nagyját. Belement mind a akadóba. Milyen kukoricát szoktatok etetni? Tehát kemény, vagy puha? Hát
mi mindig úgy megyünk a Balaskó Lacival, hogy teljesen külön taktikán megyünk, és ő mindig általában erjesztett kukoricát hoz, az ugye egy ilyen rohasztott, büdös kukorica, én pedig aromásított kukoricákat szoktam vinni, különböző aromákkal ízesítünk, általában valami gyümölcsöset szoktam, meg valami édes tömény, valamit, mikor miért. Most is ilyeneket készítettem, és Balaskó Laci ugye nem főzi, erjeszti a kukoricát, én pedig főzöm, és úgy aromásítom be. Úgyhogy két fajtával mentünk, jó is lett, most sikerült eltalálni a halak ízlését. Gondolom, hogy akkor ezt mások is így csinálják. Igen, van olyan versenyző páros, akik ott helyben főzik a kukoricát, meg ott helyben áztatják, és akkor szinte ott helyben készítik el a csalikat, vagyis az etetőanyagot. És azt lehet tudni, hogy a halnak melyik az egészségesebb, úgy, hogy melyik a jobb? Mindent megesznek. Mindent megesznek. Amikor ugye például, itt ugye versenyen nem tartunk meg halat, de ez például, ha peresen fogunk pontyot, és megpucoljuk, vagy amúrt, akkor az látszik, hogy általában meg szoktuk nézni, hogy mit evett az a hal. És van úgy, hogy hiába etetünk egész szemet, a pontnak is van őrlőfoga, meg az amúrnak is, és a gyomrába már őrölve kerül ez bele, de azért ki lehet szűrni, hogy azt én etettem be azt a kukoricát, vagy nem én etettem be, mert én általában peresen két fajtát szoktam használni, két fajta aromát, és az egyik az piros. És van, hogy ha a pirosat használok már hetek óta etetésbe, akkor pedig van, hogy olyan halat fogok, amiben sárga kukorica van, nem piros. Úgyhogy van, hogy máshol eszik a hal, nálam meg felvette a csalit. Úgyhogy ez is előfordul, hogy más eteti azt, amit mi fogunk. Fontos a víznek az állása, hogy milyen volt a vízállása a harcsásban? A harcsásban általában egész évben egy szinten van a víz, viszont a túrtőn azért volt kevesebb fogás, mert a rizsát ugye a hatos csatornán keresztül táplálják a rizsaföldeket, és mikor pont abban az időszakban szokott lenni a versenyünk, amikor a rizsára viszik a vizet, és olyankor egy kicsit lejjebb megy a túrtő, és akkor mi meg a végébe szoktuk a verseny ezt a négy napos megcsinálni, és olyankor onnan lemegy egy kicsit, mit tudom én, 30-40 centit a víz, és olyankor a vízzel lemegy a hal is, kiugrik onnan abból a végéből a hal. Azért szoktunk ott kevesebbet fogni, egyébként egész évből gyönyörű halakat lehet fogni a túrtőnek az akácos részébe. Csak pont ez az augusztus vége időszakban még a rizsára megy a víz, úgyhogy azért is hoztuk el onnan, mivel onnan a pont abban az időszakban kimozdul a víz, és olyankor kimegy a hal is, úgyhogy abban egy-két hétben ott olyankor kevesebb hal van. Milyen versenyek lesznek még? Minden évben meg van szervezve a mezőtűrő cégek és egyesületek horgászversenye. Erre most 15 cég nevezett erre a versenyre, körülbelül tavaly is ennyien voltunk. Ez 22 csapat, ugye van, amelyik cég több csapattal nevez. Ez a peres holtágon van megszervezve, ez egy délelőtti horgászverseny. Egy páros, egymás mellett ülnek a párok, és egy-egy bot, egy-egy horog és fenekes verseny. Itt ugye meg tudnád kérdezni, hogy milyen fenekes verseny. Itt ugye lehet féderbotot, pikerbotot, pontyozóbotot, itt mindenféle fenekes módszerrel lehet horgászni. Nagyjából ennyi, lehet pikkerezni, féderezni. Milyen halat pontyozó lehet itt fogni? Tehát ez, milyen halra lehet horgászni? Ez vegyes halfogó verseny, szinte minden. Amit a horogra tudnak csalni a horgászok, szinte mindent lehet fogni, mindent bemérünk. Tehát itt a törpeharcsát is. Persze, minden, persze, persze, minden. Persze. Így van. És ez már ugye már most a sokadik ilyen céges verseny, és úgy néz ki, hogy egyre népszerűbb, mondjuk a helyünk meg egyre kevesebb a peresen, ugye egyre jobban beépül most már a peres, és ugye csak a régi versenypálya szakasz marad már meg versenyzésre, de azért egy-két stégre azért csak beülünk ott a importám környékén, megpróbáljuk, hogy mit fogunk, hát reméljük, hogy sokat. Itt lesz főzés, vagy reggeli, vagy bármi? Igen, itt szokott lenni azért főzés, itt most pulyka nyakat főzünk, és ilyen belsőséget, pulyka belsőséget, szívet,
májat, zúzát és tökét rakjuk a bográcsba. Milyen díjak lesznek? Hát azt pontosan még nem tudom, mert még nincs kész ugye a költségvetés. Ugye folyamatosan vásároljuk be a szükséges alapanyagokat a versenyre, meg a kupát, meg mindent, úgyhogy még nincs meg a pontos költségvetés, de lesznek díjak. Ugye 3 gyerek indul a versenyen, indul egy gyerekcsapat, plusz egy csapat az apukával. A gyerekeknek mindenféleképpen adunk kupát, külön díjakat, úgyhogy a felnőtteknek meg ami majd marad, meg jut, az fogják kapni. Ugye a kupa mindenféleképpen lesz, azon kívül majd meglátjuk, hogy mi marad a verseny nevezésből. Mivel készüljenek a horgászok, ugye? Hát mivel én is indulok a versenyen, ezt nem árulom el, de nagyjából a törpe fog dominálni az ilyen rövid versenyeken, ilyen 4-5 órás versenyeken, ha nem eszik a keszeg meg a kárász, persze belenyúlhatunk egy olyanba, hogy eszik, akkor a törpe dominál, ha viszont eszik a kárász keszeg, akkor az lesz a nyerő. Itt milyen vízállásra lehet számítani a peresen? Hát most lehűlő víz van, és nagyjából nem mozog a peres. Egy kicsit algás a teteje, de egyébként tiszta a víz. Nem hordja a lucóörmöt, nem hordja még a falevelet. Reméljük, hogy szép tiszta vízünk lesz. A vízállás az egyforma, nagyjából ilyen 10-15 centi ingadozás van benne egész évben. Hol egy kicsit feljebb engedik, hol páralok ki belőle, megint feljebb engedik. Úgy néz ki, hogy jó időnk lesz, nem lesz. Most volt egy kis eső, de addig felszárad, úgyhogy be is tudunk menni a helyekre, remélhetőleg. Úgyhogy már nagyon várjuk a versenyt. Milyen versenyek lesznek még? Ugye minden évben szoktunk csinálni itt mezőtúron egy évzáró versenyt. Ez a Berettyó folyón lesz megszervezve, és ez a két híd között van ez a verseny. Ugye 20-22 hely van a két híd között, a hídon túli részen, és most 10 csapat jelentkezett rá eddig, mivel páros, különülnek a párok AB szektorba, így nagyjából be is telt ez a verseny. Azért nem látják a horgászok meghirdetve, mert az ilyen pici versenyeket nem tudom meghirdetni, mert egy nap alatt betelik. Ez a 20 fő, ez egy nap alatt betölti. Ez a verseny páros, két-két botos, különülnek a párok, és ez is féderbotos verseny. Ez mit tartalmaz önmagában? Hát azt, hogy ugye nem lehet kapásjelzőt használni, hanem a féder, a botnak a spice jelzi a kapást. Nagyon sokat számít, hogy itt is van jobb rész a berettyó ezen ágán. A vashídhoz közeli részen szoktak fogni több halat, és nem mindegy, hogy az A-szektorba vagy a B-szektorba ül az ember, általában az a B-szektor szokott lenni ott a vashídhoz közeli szakasz, ott szoktak több halat fogni, itt a párok is általában maguk döntik el, hogy melyik őjük ül hova, és de egyébként egy nagyon népszerű verseny, tavaly főztünk is ezen a versenyen, most nem főzünk, most csak pecázunk egy jó 6 óra hosszát, és utána megyünk haza. És milyen korosztály jelentkezhet? Hát ide szinte minden korosztály jelentkezhet, de itt a baráti társaság, itt szinte csak a baráti társaság, ez a 10 csapat, ez egy nap alatt betölti. Úgyhogy, de nem akarunk még egy versenyt, mert még egy verseny is betelne egy másik, teljesen más emberekkel, de nem akarjuk a horgászok elől elvenni ezt a még egy hétvégét, vagy még egy délutánt, vagy délelőttet, hanem hagyjuk, hogy pecázzanak. Ugye még a berettyóhoz most szabadul fel. Eddig ugye hínáros volt, súlymos volt, lucóörmös, most kezd kitisztulni, most majd lassan. Még nincs is meg a céges versenynek, az évzáró versenynek még nincs meg az időpontja. Még várunk körülbelül egy hetet, hogy megtudjuk, hogy mikorra tisztul ki a berettyó. Az évadzáró verseny után lesznek még versenyek? Igen, hát ugye minden évben a Pinki horgászból szervez két pergető versenyt. Ez mit jelent, hogy pergető verseny? Hát az azt jelenti, hogy ez a legmozgalmasabb sport, horgász, mint horgász sport. Itt ugye sétálunk a parton, megyünk helyről helyre. Ez a verseny ugye nagyon nagy szakaszon van lerendezve. Itt körülbelül olyan 8-10 kilométeres szakaszon, ha mind a két gátat belevesszük, még lehet, hogy hosszabb is, még nem értem le.
sétálnak a pecások a parton, egyik helyről mennek a másikra, mindenhol dobálnak egy párat, 5-öt, 6-ot, 10-et, a villantóval, gumihallal, twisterrel, kimivel, és próbálják horogra csalni a csukács üllőt, balint, vagy éppen a szürke harcsát. Ezek a halak vannak bemérve a versenyen, és ezt hívjuk pergetésnek, hogy bedobjuk a csalit, a műcsalit, és akkor húzzuk ki, hogy milyen módszerrel, hogy gyorsabban, lassabban, kicsit rángatva, jobban rángatva, és próbáljuk a csukákat, süllőket becsapni. Ilyenkor úgy, csak ragadozó halra lehet. Igen, csak ragadozó hal számít ezeken a versenyeken, de két versenyt is szervezünk. Ugye az egyik itt a Berettyón, ez egy olyan vadvízi folyás is van benne, két híd van benne, szűkület van benne, lapos rész van benne, hínáros, nagyon népszerű egyébként, több városból szoktak jönni az emberek, sőt, még Pestről is szoktak jönni erre a pergetőversenyre. A másik pedig Békés-Szentandráson szokott lenni. Ez egy nagyon-nagyon régi verseny, csak mivel a Békés-Szentandrási vagy a Szarvasiak úgy döntöttek egy pár éve, hogy nem csinálják tovább, de engem meg kérleltek a pecások, hogy nem lehetne megszervezni, így már tavaly is, tavaly előtt is megszerveztem ott a versenyt. Ez a Békés-Szentandráson van, a Kákafoki Holtágon megszervezve. Két szektoros, ugye ritka az ilyen pergető verseny, hogy két szektoros, de itt ugye a nem alkalmas a pálya arra, hogy mit tudom, 20 ember rászabaduljon egy pályára, mert nincs annyi hely. Így azt két-két óra hosszás a verseny, kétszer-két óra hosszás és helycserés. Az első óra hosszában egy bizonyos szakasz horgászik 10 ember, a másik 10 pedig a másik szakasz. És akkor két óra szomulva mérlegelés, cserélnek, és akkor a másik két órát pedig ott horgászák, ahol eddig a másik csapat. Úgyhogy az is népszerű verseny. Ugye tavaly mezőtúron volt a pergető versenyen főzés, most pedig Békés-Szentandráson fogunk főzni valami, még nem tudom mit. Valami kis egyszerű. Igen, és akkor a Békés-Szentandrási verseny az már teljesen közel a fagyponthoz szokott lenni, amikor már lemegy a Berettyó, lemegy a Kákafok, akkor szoktuk megszervezni. Remélhetőleg nem járunk úgy, mint tavaly, hogy nem ment le a Kákafoki Holtág, nem engedték még le a folyót az esőzés miatt, és fent voltak a holtágak is, meg a folyó is, de remélhetőleg az idén leengedik, és akkor egy jó kis versenyt tudunk ott szervezni. És akkor ugye itt is ragadozó halra. Igen, igen, itt is csak a csukasüllő, balin, meg a harcsa ér. Hát itt még harcsát nem fogtunk sose, csukásüllőt és balint szoktunk fogni ezen a versenyen. Ezen kívül lesznek-e még versenyek az elkövetkezendő időben? Hát már jövő évben. Idén már ez nagyjából kitölti az időnket, de viszont már készülünk a jövő évre. Körülbelül még van egy hónapom, hogy elmenjek a Balatonra, leszervezzem a jövő évi balatoni versenynek a helyszínét. Úgyhogy az idén sajnos elmaradt, nem volt helyünk a Balatonon, hogy hová menjünk versenyezni. De ha minden igaz, akkor kinéztünk egy új partszakaszt a Balatonon, ahol ha sikerül megegyeznem az ottani önkormányzattal meg tulajdonosokkal, akkor jövő évben, május 1-én a Balatonon fédelbotos versenyt fogunk szervezni újra. Úgyhogy ennek már most neki kellett állni, már megnéztem a partszakaszt, csak persze az önkormányzat nem dolgozott, mikor ott voltam, de legközelebb, ha megyek, akkor úgy megyek, hogy felkészült ebben, úgyhogy ha minden igaz, akkor ez egy ilyen egy-másfél hónapon belül ez összejön. Meg már, ha minden jól megy, akkor horgászbált is fogunk szervezni, mint tavaly. Ugye tavaly nagyon népszerű volt, 180-an jöttek el erre a horgászbára. Hát szinte azt lehet mondani, hogy vagy 10 városból legalább jöttek, úgyhogy az idén is már jelezték, hogy ki ne hagyjam őket, mert ugye 180 fő fér be a csardonkba, vagyis az ebédlőbe a főiskolán. Ha minden igaz, akkor az idén is meg lesz szervezve. Egyelőre még nincsen letárgyalva az önkormányzattal, meg senkivel, de szeretném ezt a bált újra megszervezni, úgyhogy egyelőre ilyen társalgási szinten, de már én már szervezem. Mi is volt ez pontosan? Ez egy horgászbál nevezetű rendezvény, amire, ahogy meghirdettem, szinte én úgy gondoltam, hogy a pecások jelezték, így kezdődött, hogy csináljunk egy horgászbált. Jó van, hát csináljunk.
És akkor megkerestem a polgármestert, hogy nem lehetne egy valami helységet, hogy támogatásba, vagy fizetünk is érte, csak hogy hol lehetne ez, hogy lehetne ezt megoldani. És akkor megkaptuk a főiskolának az ebédlőjét. Hát nem tudtuk pontosan hányan leszünk, azt azért megtudokoltam, hogy olyan 180-200 fő a maximum, ami befér. De én úgy gondoltam, hogy ha már 50 fő lesz, mondom, akkor bulizunk egy jót, jól érezzük magunkat itt a baráti társasággal, de egyszerűen, ahogy kihirdettük, én nem is mertem ezt álmodni, hogy egyszerűen úgy megrohantak bennünket, hogy ebből egy jó nagy rendezvény lett. Így aztán hát ilyen zenés, horgászbál, több fogásos vacsorával, ugye egyszerűen egy nagyon jó reggel, egy kora estétől egy reggelig tart. Én 4:30-kor jöttem el, és akkor már egy jó nagy baráti társasággal, és mi voltunk az utolsó vendégek, úgyhogy 4:30-ig tartott tavaly a buli. Nagyon jó volt. Hát nem tudom. Reméljük, hogy az idén is megtartom, és már nagyon-nagyon sokan már vidékről is jelezték, hogy jönnének. Mondtam, hogy ha meg lesz az időpont, meg lesz a, hogy mennyibe kerül, azonnal jelentkezni kell rá, mert ez a 180-200 fő, ez azonnal betölti. Ugye eleve, akik tavaly voltak, szinte mindenki azt jelezte, hogy jönni fog. Hát akkor majd erre is visszatérünk a későbbiekben. Most pedig beszélgessünk egy kicsit a vizek állásáról jelenleg, hogy állnak a vizek a Berettyón, a Peresen. Hát most, ha ugye elsétálunk a Berettyó partra, akkor az látszik, hogy ugye a nyáron szépen be volt távol lucaőrömmel, súlyommal, az ugye a súlyom az kezd felszakadni, így ezáltal a lucaőröm is kiúszik közülle. Így az kitisztul a Berettyó. Ennek a körösi horgászok nem annyira örülnek, meg a Berettyón a folyásba, mert ugye nem lehet horgászni, mert állandóan belakad a zsinórba a lucaőröm és a súlyom, meg a hínár. De a Berettyós horgászok viszont örülnek neki, mivel horgászható lesz a Berettyó. Így aztán most ugye egész nyáron ott nem tudtak horgászni, most viszont már most kezdik megrohanni a horgászok a két hét közét, meg a vasídon túli lapos részt, úgyhogy lehet pecázni a Berettyón, sőt lehet halat is fogni. Egyik barátom valamelyik délután lement és fogott egy jó pár pontyot, fogott amúrt, 7 kilósat, úgyhogy már lehet fogni gyönyörű nagy kárászok, közel kilósnyi kárászok jönnek. Úgyhogy lehet menni a Berettyóra pecázni, úgyhogy a Berettyó egyre jobb lesz, egyre több halat lehet benne fogni, hogyha éppen nem hínáros. Hát most ilyenkor őszre már az éki tisztul. Hát a holtágaink azok a Mezőtúri Horgász Egyesület vizei teljesen jók, ugye lehet benne pontyot, amúrt, keszek, kárász, minden van. Törpe bőven, pedig azt évek óta halásszuk, de ugye azt is csak lehet fogni. Hát még a peres is nagyon jó, ugye egyre több a kezelt hobbi, egyre több a horgászat, azért látjuk minden évben, hogy egyre többnek, ugye gombabúr nőnek a házak, vagy egyre több ház van a Peresen, egyre több nyaraló cserél a gazdát, és kezelik, és egyre több horgász is van, úgyhogy, de halat lehet fogni, ha valaki kiül egy pár óra hosszára, az ételi fogja a haltartóját. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Köszönöm szépen, hogy eljöhettem. Jövök legközelebb is. Köszönöm a nézőknek a figyelmet, tartsanak velem legközelebb is, viszontlátásra, viszonthallásra.